Beszéljünk egy kicsit az étkezési zsírokról és az olajokról. Az étkezési zsíradékok csoportjába tartoznak ugye a zsírok, az olajok, valamint ugye a margarin. Mindent látunk tehát a képen, egy az olajt, a margarint és a zsírt. Az étkezési zsírok állati eredetűek többségükben képlékeny állományú, a szervezetben nehezen felszívódó, fő tömegükben telített zsírsavak, glicerinnel alkotott észterei. Az étkezési zsírok állati eredetűek, szobahőmérsékleten, tehát 20 fokon, tehát 20 Celsius fokon, többségében szilárdak. Képléken áll, képlékeny állományúak. A szervezetben nehezen szívódnak fel. Hazánkban köznapi értelemben zsíron a sertés zsírt érték. Más állata, állati eredetű zsír megnevezésekor a zsír előtagjaként ugye fel kell tüntetni ugye az állat nevét például. Liba zsír, baromfi Az étkezési olajok növényi eredetű, többségükben ugye folyékony halmazállapotúak. A szervezetben ezek könnyen felszívódnak, telítetlen zsírsavakat is tartalmaznak. Alapvetően minden növényből lehet étolajat préselni, például repceolaj, napraforgóolaj. olaj. Hétköznapi használatban ezeket az olajokat használják ugye főzéshez. Amerikában inkább a magyaróolaj olaj terjedt el. A világon ma a legtöbb növényi olajat szójából préselik. Utána következik a pálmaolaj, repceolaj, napraforgóolaj, földi magyaró, gyapott mag, kókusz, olívaolaj, pálmamagolaj, szezámolaj, lenolaj, kakaóvaj, ricinusolaj. A növényi olajok mellett halból készítenek még jelentős mennyiségű olajat. Az étolajnál jelentős probléma, hogy hevítés hatására a zsírsavak tranzitsavakká alakulnak. Az étolajok gyártásánál olyan kemikáliákat használnak fel a tisztításra, ami egyáltalán nem egészséges. Ezért minden esetben a minél kevésbé tisztított étolaj felhasználása javasolt. Vannak még egyébként salátóolajok is. Az oliviolaj, vagy bocsánat, olivaolaj a legtöbbet felhasznált olajfajta. Az olajfa bugyó terméséből készül. A legértékesebb az első hidegpréselésből származó olívaolaj, ami extra virgin, azaz extra szűz olívaolaj néven kerül a boltok polcaira. Egy-egy nagyon-nagyon drága olívaolaj nem kristálytiszta. Ez abból adódik, hogy nem vezetik alá különféle tisztítási eljárásoknak. Így megőrzi, az olívaolajak teljes betartalmi értékét. A szanza, orujó, poméz olívaolajak készítésénél a már kisajtolt olajbogyókat felöntik egyszerű étolajjal, majd újra kipréselik. Ezután a visszamaradt magokat és már többször kipré kipréselt olívabogyót ugye összedarálják, és vegyszerekkel kioldják belőle a maradék olajat. Ezt az olajgyártás silány melléktermékét is olivolajként árulják, persze egy kicsit olcsóbban. A Sanza olivolajnál 100 liter melléktermékolajhoz 1 liter extra szűz olivólajat adnak. Vannak egyébként el egyéb salátolajok. Ilyen például a szőlőmag, Dió, búza csíra, csíra csíraolaj, ezek gyakoriak. A tökmagolaj ritkán kerül a családok asztalára, oka nem ízében inkább a sötéző színében keresendő, mert az íze a tök tökmag íze, amit sokan kedvelnek. A tökmag rendkívül egészséges, a kivonatát kapszulában árulják. A margarin zsírokból és olajokból készülő megfelelő adalék aroma és színűző anyagokkal, vitaminokkal, biológiailag értékesebbé tett mesterséges zsiradék. Finom, könnyen kelhető és vitaminokban gazdag, ám a valóságban mesterséges élelmiszer. Ma már nem tekintjük előnyösnek a fogyasztását, függetlenül attól, hogy megpróbálják a tranzit zsírsav tartalmat csökkenteni a margarinok zsírkeveréke. Tehát a margarinok zsírkeverékek. Lehetnek kizárólag növényi olajokból, készültek vagy kis mennyiségben állati zsradékkal kevertek. A margarinoknál sok esetben áradi eredeti termékeket is kevernek hozzá. Ezért, ha valaki te érzékeny, csak akkor fogyaszthat margarint, ha ha ezt a csomagoláson külön jelölték. A margarin növényi vagy állati zsiradékban nyert termék, amelynek zsírtartalma legalább 80%, de kevesebb, mint 90%. A margarin minősége annál jobb, minél többféle zsírból és olajból készül. A zsiradék összetétel szerint különböztethetünk meg. Ugye lágy változat, kizárólag telítetlen növényi olajokból készül. A csész és margarin a hűtőszekrényből kivéve azonnal kenhető, mert linolsav tartalma háromszorosa a kocka margarinének. A zsiradékok könnyen romló élelmiszerek. Legjellemző romlásuk a kellemetlen ízváltozással járó a vasodás. Ezt a folyamatot antioxidánsok hozzáadásával késleltethetik, a csomagoláson azonban ezt a tényt kötelező feltüntetni. Vannak még egyéb zsiradékok is. Ilyen például a pálmazsír vagy a pálmaolaj. Az olajpálma húsos gyümölcséjából sajtott növényi zsiradék. Nagyon kemény növényi zsiradék elsősorban a vendéglátás használja. Bő olajban sütéshez. A boltokban ritkán kerül. A pálmaolajat a pálmafélék magjaiból nyerik. A pálmazsír és a pálmaolaj a margarin gyártás elsődleges alapanyaga. Van még a kókuszsír. A kókuszpálma olajából készül, sokáig nagyon egészségesnek hitték, de ma már csak kis mennyiségben javasolt a használata. A magas úgynevezett rossz koleszterin tartalma miatt. A zsiradékok bolti kezelése Raktározás A zsiradékokat védeni kell a fénytől és a magasabb hőmérséklettől. Csomagolás PS dobozban vagy PL-nél kasírozott alufóliával való lezárással vagy pergamen papírban. Történhet még a csomagolása. Páratartalom ugye lett kedvezőbb a 70 75%-os páratartalom. Tehát 70-75%-os páratartalom a legkedvezőbb, és az 5-10 Celsius fokos környezet. És nagyjából a zsírokról és az olajokról nagyjából ennyi, amit el tudtam mondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!